szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a fenntartható élet egyén közösség környezet elnevezésű képzési program projektindító rendezvényen. Az a képzés, amit a Fehér Lófia Waldorf Egyesület megvalósít a LEADER program keretében, az a legjobb képzési program, amit én a programozási megvalósítási időszak alatt láttam, olvastam. 2003. szeptemberében indult el a Fehér Lófia Waldorf Általános Iskola Nemesvámoson, ami mára már egy gimnáziummal is bővült, és jelenleg 11 osztályon folyik itt oktatás 198 diák részére. A Waldorf iskolák jellegzetessége, hogy amikor a gyermeket felveszik az iskolába, akkor a gyermekkel együtt a családja is csatlakozik ehhez a közösséghez. Ennek következményeként az elmúlt most már több mint 10 évben az iskola bővülésével, fejlődésével egy számottevő közösség is kiépült. Természetesen egy közösség csak úgy jöhet létre, hogyha ebben felelős és aktív egyének vesznek részt, tehát egyén nélkül nyilván nincs közösség sem. Mind a létszámot tekintve, mind a témát tekintve fantasztikus, amit ők össze tudtak szervezni a képzés keretében. Nagyon jól látszik az, hogy ők nem kimondottan erre a pályázatra készültek, hanem már folyamatban volt formálódott valós igények alapján az, hogy ezt a képzést ők előkészítik és megvalósítják, és éppen kapóra jött ez a lehetőség, hogy ezt meg tudták pályázni a LEADER program keretén belül. Ugye a képzés maga 8 egységből áll, 8 modulból áll, mindegyik modul meghívunk egy szakavatott előadót, aki igazából már valamit letett az asztalra. A képzési napok úgy épülnek föl, hogy mindegyik indul egy előadással, ami hát akár 3, 4, 5, 6 órás, ez előadótól függ. Ugye Vekerdi Tamás most épp egy 2x90 perc, 2x1,5 órás előadással készült, és akikkel aláírtuk a képzési szerződést, velük folytatjuk egyfajta feldolgozással. Akciótervet készítünk. Mindenki elkészíti azt a fajta tervet, hogy amit itt hallott az előadáson, amilyen gondolatok benne vagy érzések születtek, azt amikor hazaviszi a saját közösségébe, és ez a közösség lehet akár maga a család is, amikor ezt visszaviszi, akkor mit tud ebből hasznosítani? Az iskolai képzésnek az is része, hogy a gyermekek, a hozzájuk kapcsolódó családok, illetve a pedagógusok tiszteljék egymást, és ne csak egymást, hanem a környezetet, természetet, környező világunkat is. A legjobb időpontban kezdi az Egyesület a program megvalósítását, mert hogy pont ez az időszak, amit ők felélelnek a képzéssel, egyben a 2014-20-as időszakra való felkészülésnek a tervezési időintervalluma is. Ebből következően, ami ilyen közösségi kezdeményezés esetlegesen a képzés során formálódik, egészen biztos a témákat tekintve, hogy formálódni fog, azokat rögtön be fogjuk tudni építeni a következő időszaki vidékfejlesztési programba, amit a 60 településsel meg fogunk tudni közösen valósítani. Abban kéne erősödjünk, hogy amit megtanultunk és megtapasztaltunk, azt meg is tegyük. A Waldorf pedagógia célja, hogy az iskolát majd egyszer, amikor végeznek, testileg, lelkileg, szellemileg egészséges diákok hagyják el. Megismerésére törekszem. Szeretném ismerni az életkorából fakadó szükségleteit. Így érthető talán, hogy az egyén és a közösség gondolatköre mennyire kapcsolódik az iskolánkhoz, illetve egyesületünkhöz. Nagy segítséget jelent számunkra, hogy iskolánk Nemesvámoson lehet. Egy olyan településen, amelynek vezetése felismerte, hogy egy település számára a fenntarthatóság záloga, a helyi közösség erősítése, a helyi emberek összetartása.